Engem Csillag Ádámnak hívnak. Szabel Ádám Csillag. Ön, szabad-e megkérdeznem az ő nevét? Antoni. Antoni. Milyen Antoni? Ők Antoni Kamo? Bomié Antoni. Azon a napon, amikor őt elvitték, akkor engem is elvittek a rendőrök. De előtte én ott voltam a teherautó és a transzparens között. Hát az a transzparens, az a tábla, ami ott van, az a ligetvédők, a zöld. És forgattam azt, ami ott történt. Igen, tudja látni. És másnap az ügyészség lefoglalta az anyagomnak azt a részét, amelyik... amelyikben őt vitték el. Tegnap látta az Indexen, vagy valamelyik videón, hogy nem is üt a rendőr. Tehát, hogy látta egy egész videót, és őt nem is üti meg a rendőr, és megvan neki ez a videó. És tegnap megtalálta, mikor így megpróbálják felemelni. És hogy a lába így valamerre elmegy, de nem üti meg a rendőrt. Én fölraktam ezt az anyagot lassítva is, többszörösen lassítva, tehát elérhető. Milyen az interneten, a ligetvédők oldalán is megtalálható. Ő mire emlékszik vissza? Tehát ő mit állít arról, hogy mi történt ott akkor, amikor a rendőrök megfogták? J'ai commencé à me débattre, après il y en a un qui a dit que je l'ai frappé. Ce qu'on dit, c'est eux qui m'ont mis les menottes et que les gens Tehát volt benne olyan szándék, hogy megrúgja a rendőr. Demande si tu avais l'intention de donner de porter un coup. Non, c'est jeune, je veux filmer ici, alors pourquoi je vais mettre dans la merde avec les flics. Azt mondja, hogy nem volt semmilyen szándék, hogy ő itt akar élni, szóval miért kezdene el a rendőrökkel balhézni, miért csak a bármazott idén. Nem volt ebben semmi szándék. Tehát ha esetleg ott, ahogy több ember megfogta, egyik erre húzta, a másik arra, és kereste az egyensúlyát, ott lehetséges, hogy valamivel mégiscsak hozzáért ahhoz a rendőrhöz, de akkor azt állítja, hogy ha történt is ilyen, akkor sem egy szándékos dolog volt, hanem az egyszerűen a különböző fizikai hatások és az ő testhelyzetéből következő baleset volt.
il demande si éventuellement est-ce que ça a pu arriver sans que ce soit ton intention. Donc pendant que tu te débattais, est-ce qu'il y a un coup qui aurait pu être porté lors de ton intention, oui, comme un accident? Ça, oui, je pense que oui. Après, je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non, parce que ça a été très très vite. Donc voilà, j'ai pas pu faire gaffe à mes gestes. Azt mondja, hogy hát igen, lehetett volna, azt se tudja mondani, hogy igen, és az, hogy nem, mert olyan gyorsan történt, nem tud pontosan vigyázni arra, hogy most ilyen pontos mozdulatokat hagyt végre. Ugye ezt olvastuk, hogy egy évre, egy év börtönbüntetésre ítélték, két év felfüggesztett időszakra. Hát ez nem pontosan így van. Nem így van? Hogy van? Ez az MTI-ben ez van. Ki akarják toloncolni az országból, egy is fél, vagy két évre, azt hiszem. Igen, de amit én az MT-ben olvastam, hogy egy év börtön, amit felfüggesztenek két évre, tehát hogyha két éven belül nem hajt végre hasonló szerintük bűncselekményt, akkor nem kell börtönbe mennie, de hogyha két éven belül bármi még rábizonyítanának, hogy bármilyen egyéb ügy lenne, akkor valószínűleg nem csak az egy évet kéne leülni, hanem többet is. Tehát, hogy ezzel tisztában van-e, legalábbis ez jelent meg a sajtóban. Melyik sajtóban? Hát minden újságban, de egyébként az MTI-re hivatkozva. Donc, il dit que dans un journal, le MTI, ils disent que normalement t'aurais pris un an de prison, mais qu'ils t'ont donné la possibilité de ne pas aller en prison, et pendant deux ans, si tu commets un autre crime, qui est à peu près, je sais pas moi, cette taille-là, on va dire, ou cette gravité, eh ben, tu recevras plus d'un an. C'est ça qu'ils ont lu. Non, que normalement, truc, t'as non, été condamné. Non, le truc qu'ils m'ont dit, enfin, qu'ils m'ont dit au tribunal, c'est que là, j'ai un an de sursis et je dois être exclu de ici pendant deux ans. C'est pour ça que là, j'ai fait appel. Si après je refais un truc, voilà, je prends un an cash, y a pas de, voilà, c'est, voilà. Et là j'ai fait appel pour que je trouve des preuves en ma faveur et tout, enfin voilà. Időszakot kapott, amíg nem csinálhat semmilyen büntényt, viszont az országból kint kell maradni a két éven belül, és ő fellebbezett, hogy bizonyítékokat találjon a javára. Ezt mondták neki ott a bírságon. Segít neki egyébként mondjuk például a francia nagykövetség, vagy keresett valamilyen ilyen jellegű jogi támogatást? Si le consulat français, il t'a aidé. Mais ils ne le savent pas, enfin, je crois pas, Il me semble que Thomas leur avait parlé, en fait. Oui, il me semble, ouais. Il me semble qu'il a appelé là-bas tout et que... Ils l'ont pas vraiment aidé pour me trouver ou quoi. Nem, a francia nagykövetség nem segített semmit. A bátyám foglalkozott vele előtte, és a bátyám elment a francia nagykövetségre, hogy megkeresse őket, hogy mondja, hogy itt van, és hogy problémák vannak, de nem nagyon érdekelték. Azt mondták, hogy nem tudnak nagyon mit csinálni, megfelelték a témát. Mit gondol arról, most vasárnap van, és ilyenkor még az ördög is pihen? Nem csak a szentek, de holnap hétfő reggel lesz, és itt valószínűleg elindul egy munka, ami különböző aktivitásokat feltételez, akármilyen oldalról. Tehát, mi lesz, hogyha őt itt találja holnap a rendőrség, és első lesz azok között, akit el fognak vinni? Alors, il dit qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc personne ne travaille, tout le monde est au repos, mais demain ce sera lundi. Il y aura peut-être des gens qui viendront ici pour travailler. Et ça laisse supposer qu'il y aura probablement d'autres activités, des sortes d'émeutes et des choses comme ça, éventuellement. Et qu'est-ce qui se passe si les policiers te trouvent ici? Ils veulent te t'emporter encore. C'est que là je suis libre, j'ai fait appel, je suis libre jusqu'à mon prochain jugement. Donc ils pourront, je pense, rien faire.
Lui, même s'il a des filles qui ont 5 ans, je suis libre, donc je peux faire un peu ce que je veux. Bon, voilà. Pas que je fasse le con, mais là, je suis libre. Mondja, hogy most szabad, szóval, hogy most a rendőrök nem tudják elvinni, hogy nem fog hülyéskedni, vagy nem fog ügyetlenségeket csinálni, de hogy most egyelőre szabad, és nincs miért a rendőrök elvigyék, mert egyelőre a törvény várja a következő ítéletet, vagy az ítélkezés, de most szabad, szóval. Szóval azt végig gondolta el, hogy egy hasonló szituációban, mondjuk, hogyha itt jön valami teherautó, vagy bármi, és elképzelhető, hogy azok, akik ezt meg akarják akadályozni, vagy lassítani kívánják, megint valamilyen akciót csinálnak. Amennyiben ő ebben részt fog venni, akkor azt gondolom, hogy az elsőként fogják őt elvinni. Tehát, hogy ezzel tisztában van-e? Il dit que s'il par exemple il y a un camion qui arrive ici pour des travaux et que ici tout le monde se met à résister et donc il y a des sortes d'activités, des sortes de choses comme ça, si toi aussi t'en fais partie, tu seras probablement le premier et qu'ils emmènent, parce que t'es conscient de ça, ils te demandent est-ce que t'en feras partie, je suppose que ça aussi c'est une partie de sa question. Je pense que oui, si un truc lui, les jeux tirer avant qu'il commence à venir. Jogi képviseletét, a fellebbezést, azt kilátja el, vagy kik csinálják, vagy milyen jogi képviselete van? Il demande c'est qui te représente pour cette histoire de juridiction et pour sursis et tout. C'est quel genre de personne qui te représente dans la loi? L'avocat, par exemple, avec qui on a parlé, c'est qui ou d'où est-ce qu'il sort? C'est une journaliste. Après là, elle l'a appelé exprès parce que voilà, l'un des avocats que j'ai eu avant, c'était un avocat des flics. Donc bon, voilà, vu que là, ils sont ensemble, voilà, ils sont mèches, machin, voilà. Et là, moi, c'est un autre. Je ne le connais pas, j'ai dû le voir 4 fois en quelques jours, mais sans plus, quoi. Adtak neki egy ügyvédet, vagy igen, biztosítottak neki, de itt van egy csaj, aki most mondjuk nincs itt, aki hívott neki valakit, akivel ma amúgy találkozunk is, mert aláírat valamit neki, és neki jöttem fordítani. Egy ilyen ügyvéd, aki különálló, és aki elfogadta, hogy ingyen vállalja. Értem. Védelmét nem ismeri, és nem találkozott vele, csak 4-szer pár napon. Nem tudom, hogy ő hova valósi Franciaországon belül. De akár valamelyik városba, akár melyik faluból származik, azok számára ő egy idegen helyen van, és fejt ki valamilyen fajta tevékenységet. Nekik, az otthoniaknak el tudnám magyarázni, hogy mit keresik? Tehát itt a ligetben. Alors, il dit qu'il ne sait pas de quelle région tu viens, de France, de quelle ville ou de quel village, mais... Frontière belge. Ah, belge, voilà. Mais ce qu'il te demande, c'est, donc pour eux, tu es dans un endroit complètement à part, complètement isolé, complètement inconnu. Et si tu devrais leur expliquer à ceux qui sont chez toi ce que tu fais ici et pourquoi, qu'est-ce que tu dirais? J'aime bien la fonture en fait. Hein. T'aimes bien la quoi? La fonture. Partir comme ça, dans des coins que je
Őrzés védés alatt van. Azt szereti a kalandokat, szóval szeret csak így elmenni, csak így idegen helyekre, amit nem tudja, hogy magyarázza jobban. Ezt úgy kell. De bármilyen kaland érdekelné, vagy mondjuk ez a liget a fájával. Tehát, hogy mennyire ismeri azt, hogy akik itt vannak, azok miért vannak itt? Itt a demande n'importe quel aventure, ou peut-être un peu spécifique. Par rapport à ce parc, est-ce que tu sais que ceux qui sont ici, qu'est-ce qu'ils défendent et pourquoi? Oui, non, mais oui, je sais. Enfin, je l'ai su grâce à ton frère, mais oui. Enfin, voilà. Après, n'importe quel truc, je prends de toute façon. Hein, je marche, prochainement, je vais là. Voilà, je fais un peu le tour du monde. Azt mondja, hogy igen, tudja, hogy itt mit csinálnak, a bátyám, aki foglalkozott vele, az már elmagyarázta neki, hogy a ligetvédőt mit csinálnak, szóval tudja, de ő neki körülbelül mindegy, szóval, hogy bármilyen kaland az a lényeg, hogy így járja és találkozik dolgokkal, emberekkel, kalandokkal, és ez a lényeg. Ez egy filozófia. Köszönöm szépen. Szívesen. Hozok neki egy pórászt. Merci beaucoup. Nem vagyok én, de néha mégis fellépett, csak játszottam.
és kacagva. Ástal sírogat, most meg a sírtől és a sírtől, de valami szíves szóló írogat. Bocsánat, most könnyes szemmel szemléled ezt, így az idő tárlatából már minden másképp fest. Egyszerűen benn voltál, egyszerű felettel, az életemben hatalmas falakkal. Köszönöm, hogy szerettél, köszönöm, hogy életettem. Nekem alá pedig ezt a márkokhoz a sort vésettem. Születtem 80, éltem halálomig, de végig ember voltam, aki mindig csak álmodik. Emlékezzem, még a fúj a szél, emlékezz, még ha minden véget ér. Nézem, mondd el a kezem, szoríts meg bátran, még nem vagyok a szemed. Emlékezz, mennyire szerettél, mennyire fájtok a rábát ér. Nézem, mondd el a kezem, szoríts meg bátran, még nem vagyok a szemed.
göndör, hallod? Fú, de olyan göndör, hogy ez elsőkében. Most ki van idő, ki van, nem vagy talán. Állom. Vállalkozott az emény, de kellene nekem ebben a kérdésben.